1880-ban a tanfelügyelőség sürgetésére az őrgróf megbízást adott egy kéttantermes iskola megépítésére. Sajnos az első évfolyam elvégzése után a gyerekeknek csak a fele tudta folytatni a tanulást, mert már megtanultak olvasni, és elálltak pásztornak, vagy otthon segítettek szüleiknek. Akkoriban a sándorfalvi gyerekek közül csupán minden ötödik járt iskolába. A lakosság zöme nem tudott írni és olvasni. Az 1899-1900-as tanévben a hattantermes iskolába összesen 397 tanuló járt. 6 osztály működött az épületben, 3 fiú és 3 lány csoportban. A termekben olyan sokan voltak, hogy minden talpalatnyi helyen gyerekek ültek, szinte alig tudtak megmozdulni. A tantermek berendezése egyszerű volt. Iskolapad nem is jutott mindenkinek, annyian voltunk. Így volt, aki a földön, vagy a fal tövében, farönkön telepedett le. Füzetünk és könyvünk sem volt. Írótáblán tanultuk meg, hogy kell a betűt vetni, a számokat művelni. Ha megtelt a tábla, letöröltük egy spongyával, és írhattunk rá újra. Szervuszok, gyerekek! Első óra, írás. Kész van-e a leckétek? Mit akarsz itt, fiacskám? Iskolába szeretnék járni. Kicsit megkéstél, gyermekem. Most kerültem a városba 4 héttel ezelőtt. Itt vannak a bizonyítványaim. 3 osztályt már elvégeztem. Hát az édesapád nem jött veled? Nincsen nekem se apám, se anyám. Elhaltak idegen városban. A nagyapám vett magához. Ő ide valósi. Hát a neved micsoda? Pálistók Peti. Hogy csinálok én most már neked helyet, mikor így is alig férünk? Tudod mit, fiacskám? Kvártyózd be magad a kuckóba. Úgy is ott van ilyenkor a jó világ. Ez nagyon jó lesz. Te cintula, mutasd az írásod. Kész már a dolgozatod. Tanító úr, kérem, még van egy kis híja. Te cintula, belefogtál te abba a feladatba? Tanító úr, kérem szépen, bele. Hát azt látom, hogy dolgoztál. Már most olvasd fel szépen, amit eddig írtál. Írjatok 5 kötőszót. Első. Éppen most akartam leírni az elsőt. Hát hadd hallom. Mi részen az az első kötőszó? Zsákmadzag. Rendben van, gyerekek. Elérkezett az ebéd ideje. Menjetek haza. Ebéd után találkozunk. Tanító úr, engedelmet szeretnék kérni, hogy én nekem ne kelljen hazamennem délre. Nagy messze lakunk innen, túl a városon. Oda-vissza meg se lehetne tenni az utat, még rendes lábú embernek sem. Én pedig csak ilyen bicebóca vagyok. Maradni maradhatsz, fiacskám, de hát enned is kéne valamit. Van mit ennem. Tanító úr, kérem, ez nem jó, fúj! Jó az, csak sok legyen belőle, a rigók is szeretik. Mit tettnék érted, hogy először
suhintott leves volt az ebéd, ezért nem hozhattam semmit. De tudod mit, kis pice bóca? Kartót ágastálok a tiszteletedre. Majd én megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Látjátok, gyerekek, milyen jó jót tenni és szeretni? Az embernek ezt a két dolgot kell megtanulnia. Jót tenni és szeretni.